A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. És itt van velünk a stúdióban Várkagyi Gábor autós szakértő. Megérkeztem. Időre. Nagyon jó. Hát rémisztő headline-okkal megyünk. Jönnek a kínaiak. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy a kínai veszély még annál is nagyobb, mint amire én gondoltam. Megmondom. Oké. Okay. Mit jelent a kínai veszély az autóipari kontextusban? Hát ami a veszély az egyiknek, az ugye lehetőség a másiknak, ez mindig egy... Akkori kínai mondás, bölcs mondás, igen. Napi aranyköpés rovatunkat hallották. Azt tudod, hogy a kis göncöl és a nagy göncöl Kínában hogy van? Na. Kis adószedő és nagy adószedő. Ez tetszik. Úgyhogy, na jó, szóval jönnek. Jönnek, igen. Hát én eddig sok éven keresztül, amikor különböző helyekre mentem előadni autóipari kérdésekben, akkor azzal a magabiztos feltételezéssel éltem, hogy bár nagyon nagy konkurenciát fognak jelenteni hosszú távon a kínai versenytársak a globális autóiparban az európai autógyártókra nézve, de a kínaiak nagyon pragmatikusan gondolkodnak, és a nap végén azt nézik, hogy mennyi zsetont visznek haza, és hogyha úgy ítélik meg, hogy beszállítói vagy akkumulátor kapacitás gyártói szempontból nézve stratégiai helyeket foglalnak el az ellátási láncban, és ezzel tudnak nagy pénzt keresni, kvázi monopól helyzeteket kialakítva, akkor nem fognak azzal foglalkozni, hogy presztízs kérdést csináljanak abból, hogy vegyenek-e automárkákat, illetve bevezessenek-e saját automárkákat olyan piacokon, amelyek érett piacnak tekinthetőek, mint például ugye az európai, amely egy erősen kompetitív piac, és eddig rettenetesen nehezen működött bárkinek is, hogy ezeket a struktúrákat úgy tudja megdolgozni, hogy a semmiből előjöve egyszer csak egy márka működjön. Az elmúlt mondjuk... Főleg azért, mert ilyen fura nevek vannak, és az európai, tehát az, hogy Geely, hát, meg mit tudom, ezt nem emésztjük úgy meg. Tehát már a Kiát is nehéz volt. Majd megemésztjük. Ja, értem. Tehát, van az a pénz. Majd megemésztjük, de azért azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a Tesla az egyetlen egy olyan automárka az elmúlt 30-40 évből, amely a semmiből előtörve komoly szereplővé vált, és nem egy díszítés itt a statisztikai elemek táborában, hanem egy valós és erős kompetitor, és nagyon sokan próbálkoztak ugyanakkor, tehát azoknak a sora, akik itt nagy tervekkel a semmiből előjöve megpróbáltak valamit megalapozni az európai autópiacon, azoknak a sora végtelen, és senkinek sem sikerült. Na, és ehhez képest most, amikor így olvasom a híreket, akkor a szemvillanás alatt egy olyan ütemváltást mutattak be a kínaiak expanziós tervek kapcsán, amire, megmondom őszintén, én sem számítottam. Egyfelől ugye azt lehet tudni már viszonylag régóta, hogy az északi piacokon, az elektromobilitás kapcsán a kínaiak próbálkoznak. Tehát az a kapuja lényegében a kínai automárkáknak Európára nézve, hogy Norvégiában, Svédországban, ezeken a helyeken, ahol az elektromobilitás ugye nagyon erős és nagy százalékokat képvisel. Ott létrehoznak valami üzemet, vagy nem, kereskedelmi egységet? Kereskedelmi egységeken keresztül próbálják ott először megvetni a lábukat. Illetve hát ugye vannak még itt a régmúltból olyan akvizícióik, lásd ugye Volvo, ami ugye a Geelyhez tartozik, illetve például az MG, ami ugye egy tradicionális brit márka, és ugye a Röve, ami azért Röve, azért Röve, mert a Rover nevet nem tudták megvenni. De az volt a terv, hogy megvegyék a Rover. Oké, erről lemaradtam, de ez most nagyon fáj. Röve, OEW-vel írva. Tehát ugye kiejteni úgy kell, mint a, majdnem úgy kell, mint a Rovert, tehát emlékeztet rá, csak nem pontosan a Rovert. Szóval az MG és a Röve, az hát a brit piacon ott tart most, 2022-ben, hogy az MG, amely számos viszonylag megfizethető villanysúvot és villanyautót és ehhez hasonlatos, de normálisnak kinéző és átlagosnak kinéző autókat gyárt. Tehát nem ez a budget kategória. Tehát igen, értem. Hát most rá is néztem a Rövére, megmondom őszintén, eddig nem láttam, de a legblazírtabb dolog az egészben az a címer, amit hozzátettek. Tehát ez tényleg úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen régi brit nemesi családnak lenne. Bizony. A feltupírozott címere. Bizony, tehát az MG-nél ott tartunk, hogy a brit piacon
a több autót adnak el, mint Minit, no, tehát a brit piacról beszélünk, illetve több autót adnak el, mint Skodát. 12. Hát legnagyobb márka lett már mostanra, tehát több tízezres. Van ilyen Bentley-szerű röve is, ha jól látom. Igen, de az MG fontosabb. Az MG fontosabb, de az MG az most oké, rendben, értem azt, aki azt írja, hogy de hát ez mégiscsak azért egy vélhetően valamennyire tradicionális, vagy legalábbis a helyi piacon beágyazottsággal rendelkező márka. De mi akadályozta meg eddig a kínaiaknak a hódítását az európai piacon? Alapvetően két dolog. Az egyik, hogy maga a termék az gagyi volt. Régen. De aki ott tart, még most is, hogy a kínaiak azok másolnak, meg nincs kreativitásuk, meg nem tudják, hogy mit akarnak csinálni, az súlyosan le van maradva. Az autóipari trendek kapcsán a legfrissebb márkák, azok gyakorlatilag a prémium autókat challenge-elik. Hát de tényleg, hát megmondom őszintén, lemaradtam erről, mármint, hogy nem figyeltem, ez a röve RX5-ös, RX7-es, hát ezek azért... Látom, nagyon rácsavarodtál a rövére. Hát de most azért, mert meglepődtem. Akkor további jó böngészést kívánok neked a röve modell palettáján. Na jó, vannak azért olyan furán kinézők is, de mindegy. A lényeg, hogy létezik és működik. Na, de tehát... termék oldalon azt lehet mondani, hogy 2022-ben arról beszélni, hogy a kínaiak bármiben is lennének maradva, az súlyos tévesztést jelent. Digitális kérdésekben, akkumulátor kérdésekben, elektromobilitásban, de most már egyébként belső égésűek tekintetében is, vagy minimumot vannak, ahol a piac többi része, vagy bizonyos kérdésekben abszolút trendsetternek működhetnek. Szóval az a része nem igaz, hogy már nincsen versenyképes termékük, főleg nem, hogyha azt nézzük, hogy milyen áron adják ezeket. És itt ugye mindig velünk utazik az a gondolat, hogy azért egészen pontosan azt nem tudjuk, hogy mi itt a valós matek. Aha. Mert hogy mondjam, mit hova könyvelnek, és hogy... A hosszú távú piacszerzés kapcsán mennyi ideig képes mondjuk a kínai kormányzati akarat finanszírozni azt, hogy... Igen, ez egy ilyen gazdasági imperializmusnak tűnik, ugye, hogy megvetik a lábukat, és olcsóbban, de minőségben most már hol. Értem, hát izgi. Nem baj, de működik, hát ők még ugye akarnak valamit. A kereskedelmi oldal, tehát a dealerhálózat volt a másik nagyon komoly faktora annak, hogy miért nem tudtak itt tartósan komoly darabszámokat értékesíteni, ugyanis az, hogy milyen hálózattal dolgoznak, ezt mindenki, aki felülről és messziről nézi az autóipart, azt egy ilyen könnyen leküzdhető problémának nézi, miközben ugye ez a napi találkozás az ügyfeleknek azzal, hogy hogyan tudsz egy ilyen autóhoz jutni. Na, és itt történt egy olyan bejelentés az elmúlt napokban az EU-ban, a Zemil Frey cégcsoport és a Great Wall kínai autógyártó kapcsán. A Great Wall kínai autógyártó a hatok egyike. Aha. A hat legnagyobb autógyártó egyike. Nagyon nagy tapasztalattal, nagyon komoly darabszámokkal és teljesen versenyképes modellportfólióval. Szóval ennek a kínai autógyártónak sikerült meggyőznie Európa legnagyobb kereskedőházát. A legnagyobb kereskedőházát, ami azt jelenti, hogy több mint 800 kereskedelmi kiskeretséggel rendelkeznek EU-szerte. Sikerült meggyőzni? Hát meggyőzni azzal lehet, amivel úgy érzi valaki, hogy pénzt fog tudni csinálni. Hogyha az Emil Frey úgy érzi... Pénzzel lehet pénzt csinálni, mint tudjuk. De hogyha odajössz egy béna termékkel és egy versenyképtelen árral, akkor nincs az a pénz, amivel te meg tudod győzni. Hát ez nem fenntartható. Abszolút nem. És az Emil Frey az meg nem egy himiumi csoport, ők importőri jogokat is birtokolnak, eladás szintjén több milliárd eurós éves forgalmuk van, 6-700 000 autót mozgatnak, tehát egy közepes automárkával egyenlő volument tudnak piacra vinni az Európai Unió területén belül. Egyébként hazánkban is ugye számos márkának az importőre is ezzel együtt. Szóval meggyőzték őket arról, hogy egy stratégia együttműködés keretén belül elárasszák Európát a következő években Great Wall típusú autókkal, és akkor itt még arról nem beszéltünk, hogy ugye a NIO, az XPeng, a Geely, ezek mind itt vannak a startvonalon, és arra várnak, hogy olyan modellekkel, amelyeket az európai vásárló szívesen vásárol, és egyébként árban nem feltétlenül a drága végletet képviselik. A NIO az inkább ugye ilyen prémium jellegű, de amikor itt eddig beszéltünk az MG vagy akár a Great Wall, arra készül, hogy azt pontosan azt a területet támadja meg, ahonnan az európai autógyártók a figyelmüket elterelték
a drágább irányú autókba, aha, főleg az elmúlt években. Tehát maradt egy olyan vákum, amit nagyon jól megláttak a kínaiak, és valószínűleg hosszú távú stratégiával erre is készültek, hogy ha azt érzi az európai autógyártók döntő többsége, hogy elektromobilitást megfizethető áron nem lehet kínálni, ezért a high-end kategóriában, vagy legalábbis a 20 plusz millió forintos kategóriában igyekeznek egerészni, nagy haszonkulcsokkal, hát akkor ők idejönnek, és akkor megcsinálják a zsemlét. Megvan, honnan ismerős ez a történet, ránéztem a telefonomra, és rájöttem, hogy gyakorlatilag ugyanez zajlott le az okostelefonok, tabletek piacán. Hogyha körülnézünk most, hogy kinek a kezében milyen készülék van, akkor elhanyagolható mondjuk 10 emberből, vagy mondjuk 100 emberből, hogy hány Apple vagy Samsung készülék van, de már a Samsung is ugye a távol-keleti hatás, de mondjuk tudom én, mi az, ami Motorola, hát az eltűnt. Ugye eltűnt. Siemens, mint ilyen régen volt. Eltűnt, és most már ugye most már azok a kínaiak vannak itt, akik régen no-némek voltak, most már némek, óriási. Igen, és már jönne a második, vagy harmadik hullám. És lassan azért fogunk pluszba fizetni, igen, mert kínai. Aha, ugye, szuper. Ez az igazán izgalmas. Ha ezt fogják megcsinálni a megfizethető középkategóriás elektromos autók piacán? Hát ugye, hogyha az akkumulátor kémiáról beszélünk, akkor az a helyzet, hogy abban azért van némi előnyük. Tehát olyan dolgokat tudnak előállítani akkumulátor technológiában, aminek kapcsán a legnagyobbak is pillognak időközönként, sőt, meg is vásárolják tőlük, azért se felejtsük el. Tehát olyan elektromos autó, ami prémium elektromos autó, akár az amerikai barátunktól, akár német barátainktól, vagy máshonnan, tartalmaznak ilyen vagy olyan jellegű kínai alkatrészeket, vagy komoly kínai beszállítótól jövő technológiát. Ez szerintem egy rettenetesen fontos kérdés, tehát ez jelzi az irányokat. A másik pedig az, hogy láthatóan arra készülnek, hogy nem elégszenek meg a beszállítói szerepkörrel, tehát ide saját márkás kínai invázióval akarnak jönni, ami engem azért lep meg, mert ennek mondjuk akár 2-3 évvel ezelőtt nem feltétlenül adták sok jelét, tehát nagyon low-key-ben mozogtak ebben a kérdéskörben. Ez egy ősi kínai mondás. Így van, low-key. Így van. Úgyhogy ez szerintem mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly újdonságerővel bíró dolog, és nem lennék meglepődve azon, hogyha 5-6 év múlva megnéznék az eladási statisztikákat, és igazán jelentős kínai részesedésről beszélhetnénk. Okay. Főleg azokon a piacokon, ahol ugye a vásárlóerő egyre inkább elszakad attól, amilyen autóárakat láthatunk. Hát ennek egy másik oldala, mert ugye gazdaságilag, autóipar szempontjából, fogyasztói társadalom szempontjából is nagyon érdekes, de azért ideológiai oldalról is ezt meg kéne világítani, hogy ez mit jelent, illetve nyilván külkereskedelmi mérleg és lobbyerő szempontjából is, hogy ez mit jelent Európára nézve. Még egy kérdés, vagy egy fontos mondás, az agyelszívás. Az olyan mértékben az indult erős, be, igen, hogy az egészen megdöbbentő. De az minden iparágban megvan. Igen, de az autóiparban is itt most turbóra kapcsoltak, abszolút. Tehát, és ráadásul nem olyan technológiákkal. Hát nem véletlenül készülnek ilyen autók. Tehát ugye eleinte voltak azok a nyugati márkákra hasonlító, de ugyanúgy, mint a Moncsicsi Jézus kb., tehát úgy elrontott autók. Tehát amikor megláttál egy ilyen új kínai SUV-t, akkor azért az úgy elég furán nézett ki. Igen, azt tegyük hozzá a képlethez még, pluszban, hogyha annyira arra készülnének, hogy csak az elektromos és semmi más, akkor nem a legjobb belső égési motoros tervezőket próbálnák meg elszedni az európai autógyártóktól, ahonnan ezt a tudást éppen kidobni készülnek az EU-nak, hála. Hát izgalmas volt a mai futóműrovatunk, és ezt lezárjuk, de Gábor természetesen itt marad, mint műsorvezető társ. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, a világ négy keréken. Jön Czoller Andi, aki itt van velünk, a legfrissebb hírekkel nem sokára, 06302010909. Mit írnak a hallgatók, Gábor? Kit ekéznek? Most nincs itt a Mihálovics kollega, úgyhogy őt nem lehet kitekézni. Miért? Ja, engem még. Hát mindig mindenkit ekéznek, ezt tudod. Ez lassan olyan az SMS-fal, mint a Facebook. Az jó, igen, de engedjük ventilálni.
a mérges hallgatókat. Azt írják, hogy a kínai telefonok most is gagyik. Én ezt nem tudom, de szerintem nem. Biztos, hogy nem. Hát nekem nem úgy tűnik. Amit én használok, bibi, nem mondom el milyen márkájú, de azt hiszem 3 éve használjuk ezt a telefont, és ez elég jó. Viszont, elég jó vas. Viszont egy nagyon gyors közlekedést, azt be kéne mondani. Mondjad. BVSC előtt középső sávban baleset, másfél sávot elfoglalnak. Ebből dugó lesz a Szerencs utcáig. Az hát, kemény. Nem odáig, tovább. 9 óra van, azért most már szerintem a nagyja lemen, nem? Bajcsi Podmanicki trafi rendőrautóból írja nekünk. Ezeket ma kezdenünk. Ez a legfontosabb Krisz. Futómű rovat hír. Krisz, köszönjük szépen. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is!